Újra üzembe helyeznék az alsóvárosi iparvágányt. A kínai okosraktár szállítmányozásának egy részét bonyolítanák a vasúton keresztül. Erről egyeztetett a CEZ képviselője az önkormányzattal. Hétfőn 17 órakor tartják a Duna Híd és a Váci Csónakház ügyével foglalkozó lakossági fórumot. A döntés előkészítő tanulmány szerint mindhárom útvonal a városon keresztül haladna. Jézus első csodatételére emlékeznek vízkeresztet követő második vasárnapján. A kánai mennyegzőhöz népszokások is kötődtek. Kedves nézőink, Önök az ES Televízió péntek esti 8 órás híradóját látják. Jó estét kívánok! Újra üzembe helyeznék a volt Forte gyár iparvágányát, ami Vác alsóváros közútjait is átszeli. Az iparvágányokon több mint 20 éve nem zajlott szállítás, most viszont a kínai érdekeltségű CEZ csoport aktiválná a holtvágányt, ami vasúti összeköttetést jelentene a Földvári tér szomszédságában hamarosan beüzemelésre kerülő okos raktárral. Erről a hét elején Toperini Ipari Park és a CEZ csoport képviselői egyeztettek Matkovics Ilona polgármesterrel és az önkormányzat szakembereivel. Innen ágazik le az egykori iparvágány, aminek váltóját és néhány első méterét a legutóbbi vasúti pálya fejlesztésénél felújították. Az egykori Tungsram területébe befutó simpár azonban a kerítéstől erősen elhasználódott állapotban van. Az iparvágány egy darabig az izzott területén halad, aztán pár száz méter után kilép a gyárból, majd a alsóváros megálló irányába fut tovább, ahol a fénycsorompó előtt még átszeli a Rádi utat. A simpár a Vásártéren is áthalad, majd újabb közutat a Vám utcát is keresztbe vágja. A vágány ezután az egykori Forte gyár kerítése mellett fut tovább, majd a Gombáspatakon áthaladva befordul a Toperini Park területére, ahol véget ér. A kínai érdekeltségű CEZ csoport okos raktárja épül itt, ezért szeretnék újra üzembe helyezni az iparvágányt, amely a termékek szállítását végezni. Erről kezdeményezett Matkovics Ilona polgármester egyeztetést a cég, illetve az ipari park képviselőivel, ugyanis a város település fejlesztési elképzeléseiben az iparvágány nyomvonalán egy kisebb aszfaltos út létesítése szerepel. A beruházónak újra kell majd engedélyeztetni az erősen elhasználódott vonalat, azon ugyanis több mint 20 éve semmilyen szerelvény nem közlekedett. Molnár László, a kínai cég képviselője arról tájékoztatta az önkormányzat vezetőit és a hivatal szakembereit, hogy a Toperini parki létesítmény kivitelezése 80%-os készültségen áll, és a tervek szerint őszre beindulhat a raktár üzemelése, amelynek működtetésében vasúti szállítást is terveznek. Korábbi információk szerint éves szinten 90 millió csomagot fogadnának, illetve küldenének innen tovább, a simpáron pedig naponta egyszer közlekedne a tehervagon. A létesítmény jó részt automatizált lesz, ennek ellenére 170 embernek adna munkát. Az önkormányzat azért kezdeményezte a megbeszélést, mert ha a simpárral együtt futó aszfaltos út megépülne, az valamelyes csökkenteni tudná a kettes főút forgalmát. Ha marad a jelenlegi hideg időjárás, többen is átléphetik az évi 1700 köbméteres gázfogyasztást, ami fölött 7-szeres árat kell majd fizetni. Balogh József, energiapiaci szakértő szerint a kormánynak rengeteg mozgástere lenne az árak csökkentésére, hangzott el az RTL híradójában. Idén többen is átléphetik a meghatározott 1700 köbméteres átlaggázfogyasztást. E felett már piaci árat kell fizetni, amely az átlagfogyasztás árának 7-szerese, derült ki az RTL híradóból. Balogh József energiapiaci szakértő szerint a kormánynak lenne lehetősége a jelenlegi tarifa mérséklésére, mert a mostani árat 2022. júniusában határozták meg, amikor a gáz világpiaci ára 300 euró per megawattóra volt. Mint mondta, ez most 38 euró per megawattóra, tehát a piac irányában rengeteg mozgástere van a kormánynak. Az RTL híradó megkeresésére a kormány azt közölte, hogy 10-ből 9 lakossági felhasználó a rezsivédett sáv alatt fogyaszt, és az átlagfogyasztásig a többiek is ezt az árat fizetik. Tavaly az enyhetél és a lakosság spórolásának következtében 9 éves mélypontra 3 milliárd köbméterre csökkent a lakossági gázfogyasztás. Ez 2021 óta 25%-os csökkenést jelent.
Egyszerűbb lett a 14 év alatti kiskorúak személyazonosító igazolványának kiadása január 1-től. Az új követelmények alapján már az egyik szülő jelenléte is elég, hogy kiadják az okmányt, jelezte honlapján a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. Mint írták, az okmányt továbbra is személyesen lehet igényelni az ország bármelyik kormányablakában, de már nem szükséges hozzá mindkét szülő nyilatkozata, így az egyik szülő jelenlétében is kiadják, azt tették hozzá. Hétfőn 17 órára a Dunahíd ügyében szervez lakossági fórumot a Városháza. Mint ismert, ebben a ciklusban már a hulladékszállítás változása miatt kialakult problémák, legutóbb pedig az akkumulátorgyártás városra gyakorolt hatásai okán szorgalmazott nyílt fórumot Matkovics Ilona polgármester. Indoklása szerint most szintén a kormányzati döntéselőkészítés az, ami szükségessé teheti a lakossági egyeztetést, ugyanis a leendő hídra rávezető mindhárom útvonal alternatíva a városon keresztül halad. Döntés előkészítő tanulmány készült a Váci Duna hídra vonatkozó lehetséges nyomvonalakról. A tervezett közlekedés irányok mindegyike valamilyen mértékben érint lakott területet is. Ezek a területek északon a Kőhíd utca, Építők útja és környéke, délen Václiget és a déli lakóterület északi része, a harmadik esetben pedig a Kőszentes híd, a József Attila sétány és a Vár környéke. Ezért tartja fontosnak a város vezetése, hogy megismerje a lakosság véleményét ezzel kapcsolatban, derül ki a Városháza közleményéből. A fórumot január 15-én hétfőn tartják a hivatal főtéri épületében este 17 órától, ahol a Dunaparti csónakház bővítéséről is szó lesz. A folyón átívelő objektum ügye a 2022-es választások során került ismét köztudatba. Legutóbb pedig a kilátó központban Rétvári Bence és az Építési és Közlekedési Minisztérium szakembere beszélt a Váci hídról és azokról a közlekedési alternatívákról, amik Vácon keresztül vezetnék az objektum forgalmát. Később az egyik kormánypárti hírportál arról tudósított, hogy Matkovics Ilona váci polgármester akadályozza a híd megvalósítását. A Városháza erre viszont úgy reagált, hogy továbbra sem támogatják azokat az alternatívákat, amik a Váci Dunaparti sétányra, a barokk Kőszentes hídra vagy a Széruskerti iskola városra engedné rá a forgalmat, mert a város úthálózata már így is túlterhelt. Az ES nagyítója is foglalkozott a témával, egy közlekedésmérnököt kérdezett még nyáron, mit gondol a lehetséges alternatívákról. Szakmailag elképzelhető az, hogy egy híd forgalmát a jelenlegi város közlekedésére rávezessenek? Nem, és én úgy érzem, hogy a jelenlegi városvezetésnek sem célja az, hogy a városra rávezessék, egy alternatíva. A városvezetés is alapvetően vélhetően szakmai indokokat, szakmai érveket fog figyelembe venni akkor, amikor valamelyik verzió mellett leteszi a voksát. Tehát én bízom benne, hogy ez szakmai alapokon fog nyúlni, és nem más alapokon, de nem hiszem, tehát egyetlen városvezetésnek sem lehet az a célja, hogy a városra rávezetni a forgalmat, mikor pontosan eddig, és bízom benne a jövőben is az lesz a fő cél, hogy minél szellősebbé, minél jobban tehermentesíteni a várost a fölös és elkerülhető járműforgalom alól. Még gyorsan benyújthatják jelentkezési lapjaikat azok a Váci Piarista gimnáziumban tanuló diákok, akik az intézmény által meghirdetett Erasmus programra jelentkeznének. A spanyol Vitória városában megvalósuló projekt témája az integráció és inklúzió és az egyéni adottságokhoz való viszonyulás a közösségekben. Az iskola elsősorban 10-es és 9-es diákok jelentkezését várja. A program nyelve angol, de a spanyol nyelvtudás előnyt jelent. A jelentkezési határidő január 15-e hétfő. Bővebb információkat és a jelentkezési lapot a Piarista gimnázium oldalán láthatják az érdeklődők. Délelőttönként a diákok kedvezményes áron korcsolyázhatnak, hétvégén pedig reggelenként oktatáson is részt vehetnek a Vanyek Béla Sportcentrumban december végén felállított korcsolya pályán a látogatók. Az üzemeltető a Híradónak elmondta, idén a sportcentrum másik oldalán építették meg a pályát annak érdekében, hogy kulturáltabban korcsolyázhassanak a helyszínre érkezők.
Idén a Honvéd utcától távolabb eső helyszínen, kulturáltabb körülmények között épült fel a Vanyek Béla Sportcentrum 18x29 méteres műjégpályája. Az üzemeltető a híradó kérdésére elmondta, hogy azért gondolkodtak másik helyszínben, mert itt kevésbé éri a jég felületét a sár és a por. A nyitást korábbra tervezték, de végül december 26-án nyíltak meg a kapuk a közönség felé. Ameddig az időjárás engedi, addig üzemeltetik majd a létesítményt, de eredeti terveik szerint január végéig biztosan megmarad a műjégpálya. Mindig időjárás függő, ugye ez egy szabadtéri sport létesítmény, hogyha az időjárás engedi, akkor kevesebbet kell dolgozni a hűtőnek, és hogyha a közönség pedig a kegyeibe fogadja, és sokan jönnek, akkor megéri üzemeltetni. Reméljük, hogy ez hosszú távú együttműködés lesz itt a váci közönséggel, esetleg támogatókat is tudunk találni, és akkor akár le lehet fedni egy sátorral, amivel ki tudjuk tolni a használható órák számát, valamint a nyitvatartást. Mint elhangzott, a gyerekek kedvező áron jöhetnek sportolni délelőttönként. Külön felárért lehet korcsolyákat bérelni és lábbeliket érezni is. Hétvégenként a reggeli nyitás előtt oktatásra is lehetőséget biztosítanak a szervezők. Szintén január végéig lesz nyitva a főtéri környezetbarát műanyag alapú jégpálya is, amelynek használata mindenki számára díjmentes. A himnusz születésére emlékezve minden évben január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. A jeles napot idéző idei váci ünnepség 18 órakor kezdődik a Madách Imre Művelődési Központ színház termében, tette közzé a Városháza. A gála esten átadják a Vácváros Művészeti Díja, a Vácváros Művelődéséért és a Vácváros Közművelődését segítő munkáért kitüntetéseket. Ünnepi beszédet mond Matkovics Ilona polgármester. A gála műsorban közreműködik Varga Veronika népdalénekes, Ruzicska László színművész és a Táncművészeti Egyetem növendékei. Ingyenes belépők a Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők, írják. Jézus első csodatételéről emlékeztek meg a vízkeresztet követő második vasárnapján az elődeink. Ezt az estét evéssel, ivással, énekléssel egybekötött imádkozással töltötték a falvakban az emberek. A kánai mennyegző a keresztény hitvilág egyik szimbolikus eseménye. Az evangélisták közül János számolt be róla. János evangéliumában Jézus a kánai mennyegzőn a vizet borrá változtatta. A történet szerint Jézus édesanyjával és tanítványaival egy mennyegzőre volt hivatalos. Amikor megérkeztek, a lakodalom már javában tartott, és Mária észrevette, hogy a háziak kifogytak a készletekből. Volt ott 6 kőkorsó, amelyet Jézus vízzel töltetett meg, majd a vizet borrá változtatta. Ezzel kezdte Jézus első csodatételeit a galilei Kánában. A római misekönyv szerint a pap ezen a napon és borszenteléskor olvassa fel a kánai mennyegzőről szóló evangéliumot. Ez az alkalom és a bibliai történetet megéneklő verses szövegek képezték az alapját a hozzá kapcsolódó sajátos népi ájtatossági formának. A kánai mennyegzőt sok magyar faluban megrendezték a vízkeresztet követő második vasárnapon. Az ételeket és az italokat a résztvevők gyűjtötték össze, vagy a házigazda adta. Közismert énekek és imádságok elmondása után előadták a kányai mennyegzőről szóló éneket is, majd hozzáláttak az evéshez és az iváshoz. Egyes helyeken az evangéliumi legendát is eljátszották. Víznek nevezett bort vittek a szobába, amelyet a gyülekezet kijelölt násznagya meg is áldott, majd énekeltek és táncoltak. A hagyományt nem csak a kánai mennyegző vasárnapján, de disznótorokon, lakodalmi vacsorákon és előfordult, hogy halotti torokon is felelevenítették. Rockabilly show a Radnóti Miklós általános iskolában február 10-én tartja rendhagyó jótékonysági pályát az oktatási intézmény, a nagy hagyománnyal bíró eseményt pedig idén második éve szervezik valamilyen tematika köré. Tavaly Hollywood, idén a rockabilly stílus elevenedik meg a bálon. Az eseményre vacsora, sétáló és támogató jegyek is válthatóak az intézményben. A bevételből az iskola alapítványát támogatják a jelenlévők. Az udvari játékok korszerűsítésével
erősítését tervezik a befolyt összegből. Mind az alsó, mind pedig a felsős gyerekek számára terveznek például mászókát, csúszdát, mérlekhintát és pingpongasztalt, mondta el a híradónak Flamikné Somogyi Erzsébet, a Radnóti Miklós általános iskola igazgatója. Szombaton Vác térségében erősen megnövekedhet a felhőzet, a nyugati szelet élénk erős lökések kísérhetik. A fagyos reggelt követően 0 és 2 fok közé melegedhet a levegő. Vasárnap változóan napos felhős időben egy-egy hózápor kezdetben kialakulhat. Élénk erős lesz a nyugati, délnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 2 és 5 fok között alakul. Kedves nézőink, Önök az ES Televízió péntek esti híradóját látták. Híranyagainkat megtalálják a honlapunkon, az estv.hu oldalon, ahol online is nézhetik adásunkat, illetve a Facebookon és a YouTube-on is követhetnek minket. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!